A Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőbe jutottak a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, akik Pakson mérettették meg magukat a hónap elején. A Táncpedagógusok Országos Szövetségének szervezésében indult a rendezvény. Ez a 32. Országos Táncművészeti Fesztivál, ennek az elődöntője volt Pakson március 4-én, és hát nagyon jó eredménnyel szerepeltek a csapataink. Igyekszünk ott lenni minden évben, hiszen ez egy olyan szakmai fórum, aminél úgy gondolom, hogy muszáj részt venni, illetve látni azt, hogy hogyan fejlődik maga a szakma, illetve a tánc. Úgyhogy ez egy előnyös dolog, valamint a zsűritől kapunk egy visszajelzést, hogy amit csinálunk, azt hogy csináljunk, mind változtassunk, jó irányba megyünk-e, tehát ez számunkra egy fontos szakmai segítség a verseny, a gyerekeknek pedig egy megmérettetés, és egy izgalmas sztori, hogy ők részt vehetnek egy versenyen, és hát úgy gondolom, hogy ezek szerint sikerült jó munkát végeznünk, mert hoztunk 3 első helyezést, egy másodikat és egy harmadik helyezést. Gyakorlatilag az elődöntő Szekszárdon lett volna március 25-én, csak hát ott nem sikerült igazándiból a szövetségnek megegyezni a művelési központtal, így kénytelenek voltak új helyszínt keresni, és ez lett Paks, viszont ott csak 3 héttel korábbi időpontot kaptak, tehát nekünk ez egy hatalmas érvágás volt, hogy 3 hét a felkészülési időből gyakorlatilag elmaradt, és hát így nagyon-nagyon nagy rohamunkába készültünk. Mert ugye ez nem csak annyiból áll, hogy táncot tanítunk, hanem ott azért kell előtte zenét választani, az is rengeteg keresgélés, mire egy megfelelő zenét találunk, hiszen itt azért életkornak megfelelően is kell válogatni, tánc stílusnak megfelelően is kell választani zenét, és utána jön az, hogy a maga a koreográfia, annak a betanítása, annak a megalapozása, az is sok idő, azért még hétvégét is kénytelenek voltunk belevenni, hogy végezzünk mindennel. És a harmadik dolog az, hogy hát a lányok miben fognak, illetve fiúk miben fognak fellépni. Ez egy ilyenkor egy nagy kérdés, és szerencsénkre van egy nagyon ügyes varrónőnk, aki segítség. Nem egyedül kell megoldani a stylist feladatát, tehát hogy kitaláljuk a ruhát, anyagot beszerezni, méretet vetetni, megvarratni, tehát hogy rengeteg ilyen szervezési feladat van, és akkor természetesen az utazás, szülői kapcsolattartás és mindenféle. És hát akkor innen jön az, hogy elkészüljön a koreográfia, és akkor ott derül ki gyakorlatilag a versenyen, hogy valójában jót csináltunk-e, vagy nem, de hogy elfogadható-e, vagy nem, hogy értékeli a zsűri szakmai szemmel, és hát úgy tűnik, hogy azért jó úton haladunk. A koreográfia összeállítása során több szempontot is szem előtt tartanak. Szóló vagy duett, akkor mindenképpen fontos a táncosok személyisége. Tehát, hogyha kiválasztunk egy táncost, akkor nyilvánvaló az ő adottságaira, személyiségére próbálunk választani zenét és mondandót a koreográfiában. A többi a csoportos koreográfiáknál nem feltétlenül, tehát ott is azért muszáj ismerni a csoportot, hogy milyen a dinamikája, milyen típusú zenékre, táncokra tudnának ők jobban mozdulni, és akkor így, tehát ez egy elég sokoldalú dolog, aminek az embernek utána kell nézni, hogy stimmeljen a zene, a koreográfia, a csoport, a gyerekek összetétele. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, én úgy gondolom, ahogy hallgattam a kollégákat itt az elődöntőn, mert hogy ugye ez a mostani helyzet anyagilag nem minden iskolát támogattak, nem mindenkinek sikerült, úgyhogy nekünk szerencsénk van ebből a szempontból, mert nagyon támogatók az intézmény vezetői, a tankerület, a Tamási tankerület is támogatta a versenyt, hiszen a nevezési díjak azok ilyen közel 100 000 forintba kerültek, plusz még tagsági díj és egyéb dolgokat, amiket állt a tankerület, és hát ezt, hogyha a szülőknek kellett volna szintén fizetni, azért az elég sok lett volna számukra is. Úgyhogy reméljük, hogy a döntőben is támogatni fogja majd a csoportjainkat. Köszönöm a szülőknek, és a kolléganő nevében is mondhatom a szülők hozzáállását, hiszen nélkülük, az ő áldozatvállalások nélkül ez azért nem jöhetett volna létre. A táncosok másik felkészítő tanára csupán fél éve oktatja a Bonyhádi Intézmény nebulóit.
ismerkedős szezonban vagyunk most, úgyhogy nagyon nehéz volt a felkészülés, hiszen március elején kellett az elődöntőre mennünk, és a március 25-i elődöntő helyett 3 héttel korábban volt a versenyünk. Február elején tudtuk meg sajnos, hogy máshogy alakul a versenyünk, ezért hétvégi próbákat is próbáltunk betenni, plusz próbákat, de nagyon kedvesek voltak a szülők, és nagyon együttműködőek voltak, illetve a gyerekek is ilyenkor jobban oda teszik magukat, úgyhogy ezt nagyon jól abszolváltuk. Nagyon nagy segítség az itt Bonyhádon, hogy a színpadi próbát a Vörös Marti Mihály Művelődési Házba tudtuk megtenni, ezért a táncteremből kiszakadva már egy más közegben vannak, illetve ők már nagyon jól feltalálják magukat az ilyen versenyközegekben, mert régebb óta járnak. Nagyon fölkészítjük őket arra, hogy egy más közegben vannak, hogy kell ott viselkedni, szóval, hogy abszolút beszélünk erről, illetve nagyon szeretnek más gyerekeket is látni, illetve motiválódnak ebből. A döntőre készülünk, a nagyoknak április 15-én lesz egy hónap múlva, úgyhogy nagyon nagy felkészülési idő van, illetve a kisebbeknek májusban lesz a 2 döntő, illetve megyünk még egy regionális versenyre. Mindannyian abban bíznak, hogy az országos döntőről is hasonló szép eredményekkel térnek majd haza.